Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Örülök, hogy szerda van és tanulunk, és különlegesen örülök annak, hogy múlt héten eldöntöttem, hogy ezen a héten már Purimról fogunk tanulni. Azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt, mert már Ádár hónapban vagyunk, nem csak az első Ádárban, hanem már a másodikban, és most már tényleg lehet érezni Purim ünnepét a levegőbe. Szia Éva! Szia Regina! Szia Anna! Örülök, hogy itt vagytok. Az ismerős nevek, arcok, akik mindig itt vannak, jó látni titeket, és a többieket is üdvözlöm, azokat is, akik később csatlakoznak, akik visszanéznek. Örülök, amikor kapok visszajelzést emberektől, akikkel találkozok, hogy én is szoktam nézni, mert sokszor előfordul, hogy fogalmam sincs, hogy ki látja az óráimat, van, aki itt nézi később, van, aki a YouTube-on még később, úgyhogy még én sem tudom pontosan, hogy kik azok, akik nézik. Az utóbbi időben, akkor is, most például nem vagyok a Wi-Fi-hoz csatlakozva, de a telefonom azt mondja, hogy lassú a kapcsolat. Az lenne a kérdésem, hogy rendesen tudtok-e hallani engem, látni, vagy szakadozik? Mert lehet, hogy rossz helyen ülök az utóbbi időben. Most egy új sarkot találtam, hogy honnan tanítsam. Szóval szóljatok, hogy jól lehet-e látni, hallani, vagy szakadozik. Rendben van. Jó, szuper. Örülök neki. Akkor nekiállunk. Mai témánk Purim, a nyerő érv. Van több érdekes dolog Purim történetében és Purim ünnepében. Általában, amikor a gyerekeket tanítjuk, akkor ketté szoktuk osztani. Van Purim története, szép Dori! Van Purim története, és van utána Purim szokásai, parancsolatai, amit szoktunk csinálni. A mai napon a purimi történetbe fogunk belemerülni. Gondolom, hogy sokan ismeritek Eszter könyvét, Eszter történetét. Egy lábon nagyon gyorsan elmondom, ha mégis van valaki, aki nem ismeri, és utána tanulunk egy érdekes magyarázatot Eszterrel kapcsolatban. Szóval ez a történet Perzsiában történt sok-sok évvel ezelőtt, amikor az Ahasvéros volt a király, 127 ország felett uralkodott, ami akkor az egész civilizált világ volt. Ő megölte a feleségét, amikor be volt rúgva, keresett új feleséget, nem talált, nagy nehezen végre megtalálta az Esztert, aki egyébként egy zsidó lány volt, a Mordechai, a zsidók vezetőnek az unokatestvére, vélemények szerint a felesége, és elvitte őt a palotába. Az Eszter végül megmentette az egész zsidó népet, amikor a gonosz Hámán meg akarta őket ölni, minket ölni, mivel hogy ő volt a királynő, és bement a királyhoz kérni a zsidó nép részére. És a végén volt egy háború, amit a zsidók megnyertek, és ezt ünnepeljük minden évben. Ez így nagyon-nagyon-nagyon röviden egy lábon. Az a lényeg, hogy ebből a történetből egy kis részt fogunk kiválasztani, és abba bele fogunk mélyülni, így lesz valami, ami biztosan új mindenkinek. Oda fogunk visszatekerni a történetben, ahol a Mordechai, a zsidók vezető rabbia, rájött, hogy van egy nagy probléma, hogy a Hámán már eldöntötte és már megkapta a király pecsétjét arra, hogy megölje az összes zsidó embert. Ezt a levelet kiküldték világszerte, és eleinte próbálták titokba tartani a zsidóktól. De ez 11 hónapig kellett volna titokba tartani, Nisan hónaptól egészen Ádárig, ami természetesen nem sikerült. Most olvasok egy picit az Eszter könyvéből, és tudtára adta, vagy nem pillanat, a Mordechájnak kiderült, hogy mi a terv, és tudta, hogy nagy gondban vannak, és ő
elküldött egy embert, hogy menjen el az Eszterhez a palotába, és mondja neki, hogy XY gond van, probléma van, meg kell menteni a zsidó népet. És tudtára adta neki Mordechai mindazt, amit őt érte, és azt az ezüst mennyiséget, melyről Hámán mondta, hogy kiméri a királyi kincstárnak a zsidók megsemmitéséért. Megsemmisítéséért. A Hámán, amikor eldöntötte, hogy meg fogja ölni a zsidó népet, és elment a királyhoz engedélyét kérni, akkor azt mondta, hogy ha a király ezt megengedi, hogy ezt a fura népet, akik úgyse működnek együtt velünk mindennel, hogy ha a király megengedi, hogy megöljük őket, én befizetek a királynak a kincstárba 10 000 darab ezüstöt. És ezt az infót küldi a Mordechai az Eszternek, hogy tudjon róla. És mit küld még, milyen infót? És a rendelet leíratának másolatát, melyet Susánban adtak ki, hogy őket megsemmisítsék. Odaadta neki, hogy odaadta Hátáknak, Hátách volt a segítő, aki ment a kettőjük között, odaadta neki, hogy megmutassa Eszternek, és tudtára adja, hogy azt parancsolja neki, menjen be a királyhoz, könyörögjön neki, és kérelmet intézen hozzá népéért. Tehát a Mordechai most ad az Eszternek feladatot. Ugye az Eszter a Mordechainál nőtt fel, mert árva volt egészen születése óta. Az apja meghalt még mielőtt megszületett, az anyja a szülésbe halt meg, és teljesen árva gyerekként jött a világra. Az unokatestvére Mordechai befogadta és felnevelte. Szóval a Mordechai neki az kicsit olyan, mint egy apuka figura, és ezen kívül ő a vezető rabbi a zsidó népnek, tehát amit ő mond, azt természetesen csinálni kell. És most a Mordechai mondja neki, hogy menjen be a királyhoz, és kérjen kegyelmet. Hátách bement, Hátách volt a szolga, a futár, Hátách bement, és elmesélte Eszternek Mordechai szavait. Okay? Az Eszter kapott egy ilyen üzenetet, probléma van, a zsidó nép veszélybe van, te tudod megmenteni. Azért mondom így részletesen, mert utána bele fogunk menni, hogy mit is próbáltak itt mondani. Eszter azt válaszolta Hátáchnak, megparancsolva Mordechaira vonatkozólag. Tehát az Eszter a Hátáchal küld vissza üzenetet. A király minden szolgája, és a király tartományainak népe tudja, hogy minden férfire és asszonyra, aki bemegy a királyhoz, a belső udvarba, anélkül, hogy hívták volna, azaz egy rendelet áll, hogy kivégzi. Tehát itt nagy veszélybe fogok kerülni, ha én most bemegyek a királyhoz. Kivéve, ha a király az arany pálcáját felé nyújtja, akkor maradhat életben. Tehát, ha én, Eszter, bemegyek most a királyhoz, saját magam döntésére, tehát úgy, hogy a király nem hívott engem, mindenki tudja, hogy ilyenkor mi történik, a király meg tud ölni, kivéve, ha nagyon jó kedve van, és felém nyújtja az arany pálcáját, de nem tudom előre, hogy felém fogja nyújtani el, vagy se. Engem pedig nem hívtak, hogy bemehessek a királyhoz, immár 30 napja. Tehát az Eszter nagyon fél attól, hogy rossz lesz ennek a dolognak a vége, mert már 30 napja, hogy a király nem kereste őt. 30 napja, hogy nem találkozott, a királynak nem hiányzott, tehát valószínűleg nincs rá szüksége most, nem keresi, úgyhogy valószínűleg meg fogja őt ölni, meg fogja az Esztert ölni, hogyha az Eszterbe megy. És elmondták Mordechainak Eszter szavait. A Mordechainak most nyerő érvet kell találnia, mivel fog érvelni, hogyan fogja rábeszélni az Esztert, hogy mégis menjen be. Az első, amit eddig használt, az az volt, hogy a zsidó nép veszélyben van. Ekkor Mordechai azt üzente vissza Eszternek. Ne áltasd magad azzal, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz. Okay? A második érvelés az az, hogy okay, értem, te a palotában vagy, neked nagyon kényelmes, te nem vagy veszélyben úgy, mint mi, mert ha te most néma maradsz, máshonnan támad majd a zsidók számára menekvés, de te és családod elpusztul. Miért nem ajánlott most csöndbe maradni és magadat megmenteni? Először is azért, mert te is zsidó vagy, és a palota nem fog téged megmenteni ettől.
A második dolog az, hogy ha az Isten eldöntötte, hogy a zsidó nép meg fog menekülni, és te nem mész be a királyhoz, akkor máshonnan fog jönni a menekvés, de te valami miatt, te és családod elpusztult, tehát te valami nagyot itt ki fogsz hagyni. Ki tudja, nem éppen a mostani idők miatt jutottál-e királyi méltóságra? Lehet, hogy pont emiatt lettél királynő, hogy be tudjál menni? Ezt idézi a Lubavitcher Rebbe a tanításaiban, ezt a részét a történetnek. A Mordechai próbálja rábeszélni az Esztert, hogy menjen be. Több érveléssel, ugye, ahogy említettük. Eszter egyébként az Eszter egy okos hölgy, egy jámbor hölgy, ha lehet úgy mondani. Miért van az, hogy az első érvelés nem elég neki, és miben segít a második és a harmadik érvelés? Szeretnénk érteni, hogy mi az igazi érvelés az érvelés mögött, mit próbál a Mordechai mondani, és miért tudja az egyik jobban, miért erősebb az egyik érvelés, mint a másik. Az első három érvelés volt összesen. Az első érvelés az volt, hogy az egész zsidó nép veszélybe van, és az Eszter tudja megmenteni. A második érvelés az az, hogy ha az Eszter nem fog segíteni, de az Isten meg szeretne menteni a zsidó népet, akkor máshonnan fog jönni ez a megmentés, és az Eszter el fog tűnni, el fog veszni a zsidó történelembe. Ez két egyedülálló, erős érvelés. Idáig minden stimmel. Most az Mordechai hozzátesz egy harmadik érvelést. Azt mondja az Eszternek, figyelj, lehet, hogy ez az egész történet, hogy már 7 éve a palotában élsz, mint királynő, lehet, hogy ez mind azért történt, hogy ebben a pillanatban tudjál segíteni a zsidó népnek. És ha belegondolunk, oké, ez egy nagyon szép érvelés, de miben erősebb ez az első és a másodiknál? Úgy tűnik, ha így sima szemmel nézzük, hogy az első és a második érvelés nagyon erős önmagában, és nincsen szükség a harmadikra. Ahhoz, hogy mi megértsük, hogy mi olyan erős a harmadik érvelésbe, ahhoz félre fogjuk tenni egy pillanatra ezt a témát, és át fogunk menni egy másik témára, ami arról szól, hogy miért jön le a lélek a testbe. Oké? Okay? Amikor a lélek lejön a világba, egy fizikai testbe, az van írva, hogy ez olyan, mint valaki, aki egy nagy magasságból lemegy egy mély gödörbe. Van itt egy óriási leesés, a lélek szempontjából, és az van írva a Tániába, hogy akkor is, ha az ember, akiről beszélünk, egy nagyon jámbor ember, aki a legmagasabb szintű cádik, a legmagasabb szintű jámbor ember, aki az Istent igazi szeretet és igazi tiszteletből szolgálja, és élvezi. Tehát ez egy nagyon-nagyon magas szint. Még egy ilyen embernek is hihetetlen leesés az, amikor a lelke lejön a világba. Miért? Mert amikor a lélek fent van az égben, úgymond, ott ő egy az Istennel. Ez a legmagasabb spirituális szint, ami tud lenni. De amikor lehozza az Isten a lelket a világba, akkor ő már kijön abból a buborékból, ő most már egy majdnem olyan, mintha egy külön létezés lenne, itt a világon már tanulnia kell Tórát, csinálnia kell a micvákat, a parancsolatokat, és egy helyes életet kell élni. A legmagasabb szintű ember se tudja hozzáhasonlítani az ebben a világban létét, ahhoz, hogy milyen volt, amikor az Isten széke alatt volt.
Most, eddig egy nagyon magas szintű emberről beszéltünk, de mi van velünk? Mi nem vagyunk ilyen magas szinten, ugye? Ez a nagyon magas szintű jámbor ember, ez a tzadik, ebből nagyon kevés van a világban, ez egy nagyon ritka dolog. És konkrétan írva van a Talmudban, hogy látta az Isten, hogy a tzadikok, a jámbor emberek kevesen vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy még a legjámborabb, a legnagyobb tzadiknak is óriási leesés, még nem is beszéltünk arról, hogy nekünk, sima egyszerű embereknek, milyen nagy leesés az, amikor lejön a lelkünk a világban. Akkor feltesszük a kérdést, minek jó ez? Kinek jó ez? Ha annyira magas helyen vagyunk az isteni trónnál, és egy vagyunk az Istennel, minek lejönni a világba? Oké? Okay? Ezzel kapcsolatban, ahhoz, hogy erre válaszoljunk, egy pillanatra kilépünk ebből is, és egy harmadik témába beleugrunk. Írva van a Talmudban. Mondta Rav Yosef, Yosef rabbi, megkérdezte a másik Yosef rabbit, aki a rábának volt a fia. És mondta, te figyelj, a te apukád, milyen micva, milyen parancsolat volt az, amire nagyon odafigyelt, különlegesen? Azt válaszolta neki Yosef rabbi, a cicesz, ezek a fehér rojtok, amiket a férfiak szoktak hordani. Mit jelent ez a történet? Az első Lubavitchi Rebbe, az Alter Rebbe elmagyarázza, hogy mi is történt itt ebben a talmudi esetben. Ez a könyv úgy hívják, hogy Igrot Kodes, és ez együtt van nyomtatva a Tánya könyvvel, tehát ez is egy alapkönyve a haszidizmusnak. És azt magyarázza az Alter Rebbe, hogy minden embernek van egy olyan micvája, amit nem lehet intellektuálisan elmagyarázni, hogy miért, de minden embernek van egy olyan micvája, egy olyan parancsolat, amit különlegesen jól csinál, amire különlegesen odafigyel. Ez nem valami, amit intellektuálisan el lehet magyarázni, mert ez az Isten vágya, az Isten eldöntötte, ennek az embernek ez legyen a különleges micvája, annak az embernek az legyen a különleges micvája, konkrétan úgy, mint egy sorsolás. Nincs erre magyarázat, hogy neked miért az, és nekem miért ez, hanem ez egy ilyen akarat az Isten részéről, legyen a te micvád ez, legyen az ő micvája az. És amikor a lélek lejön a világra, úgy csinálta az Isten, hogy minden léleknek legyen meg az az egy micvája, amire nagyon odafigyel, amit nagyon jól csinál, és ez a micva legyen az ember életének a célja. Legyen ez az egy micva a magyarázat arra, hogy miért jött le a világra. Neked ez a feladatod. Neki az a feladata. Sajnos nem mindig tudjuk, hogy melyik a mi micvánk, és a haszidok sokszor szokták mondani egymásnak, bárha tudtuk volna, mi az az egy micva, ami a miénk, hogy tudjunk odafigyelni. Nagyon is igyekeztek megtalálni, próbálni, satszolni, hogy melyik is az én micvám, mert ez az én egész életemnek a célja. Igaz, hogy ha már itt vagyok a világban, az összes micvát be kell tartani, helyes zsidó életet kell élni, de ha nem fogom megtalálni ezt az egy micvát, ami az enyém, és nem fogom helyesen csinálni, akkor elpazarlom ezt az egészet, hogy minek is jöttem le a világra, ha nem teljesítettem az én feladatomat. Most, ha ezen még bonyolítani szeretnénk, hogy még bonyolultabb legyen a dolog, vannak olyan emberek, akiknél a micvájuk egy konkrét micvá, egy konkrét parancsolat, egy jótett, amit sokszor csinálnak. Például, mint a rába, neki a cicesz hordása volt, ő minden nap hordta a cicest, ő minden nap csinálta az ő feladatát a világba. De vannak olyan emberek, akiknek a feladata és a célja a világban, az egy egyszeri alkalom. Szia, Hava! Vannak olyan emberek, akiknek a célja a világban, az egy egyszeri alkalom. Sokszor szokták
említeni, amit a Baal Shem Tov tanított. Baal Shem Tov volt a haszidizmusnak az alapítója, az Alterebének a mestere. Ő azt mondta, hogy előfordul, hogy egy lélek lejön a világra 70-80 évre, csak azért, hogy csináljon egy kedvességet, vagy egy fizikai kedvességet, vagy egy spirituális kedvességnek, egy konkrét helyen, egy konkrét zsidónak, egy konkrét dologban. Tehát, amikor mi leélünk itt egy egész életet, ami miatt a lelkünk nagyon, nagyon, hogy mondják, tehát ez neki nagy esés, ő szenved, ez neki egy szenvedés, hogy le kell jönni a világban. És a lélek átmegy ezen a szenvedésen, hogy el kell engedni azt a gyönyörű világot, ami volt fent, és lejönni ebbe a világba, és itt élni parancsolatok szerint, ilyen és olyan szabályok szerint. Lehet, hogy csak azért jöttem le, hogy egy konkrét időben, egy konkrét helyen, egy konkrét alkalommal csináljak egy szívességet egy konkrét embernek, és hogyha én nem fogom ezt a szívességet megcsinálni, mert nem volt kedvem, akkor elpazaroltam az egész életemnek a lényegét. Ha már erről beszélünk, akkor említeném a férjem nagypapáját, akit én is ismertem, úgy hívták, hogy Shalom Ber, és ő mindig ezt idézte, hogy a Baal Shem Tov mondta, hogy egy zsidó lejön a világra 70-80 évre, csak azért, hogy egy zsidónak csináljon egy szívességet, és az ő élete tele volt azzal, hogy még egy embernek, és még egy embernek, és még egy embernek csináljon egy szívességet. És ha bárki mondta neki, hogy jaj, köszönöm, dehogy is, lehet, hogy ezért jöttem le a világra, hogy neked csináljak itt egy szívességet. És mindig úgy adta elő, mintha neki kell megköszönni, köszönöm a lehetőséget, hogy csinálhatok neked egy szívességet, mert lehet, hogy te segítettél az én lelkemnek elérni a célját a világba. Az unokái már tudták, hogy ha sietnek valahova és látják a nagypapát, akkor inkább az utca második oldalon menni, mert ha találkoznak vele, akkor mindig az lesz, hogy vele, gyere, 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 ide segíteni kell, találtam itt egy szekrényt, azt elviszük, oda van ott egy ember, akinek hiányzik egy szekrény, és már tudták, hogy ha nincs idő, akkor nem is találkozunk Szávával, mert mindig van valamilyen szívesség, amit kell csinálni. A legkülönlegesebb dolog ebben az egész történetben az, hogy a Szába, a nagypapa Shalom Ber 75 évesen hunyt el. Ugye az idézet úgy szól, hogy 70-80 évet lejön a világra, és ő így élt az egész életét, és pont 75 évesen hunyt el, ami pont a 70 és a 80 között van. Úgyhogy ha már így eszembe jutott a nagypapa, akkor szeretném, hogy a mai óránk az ő emlékére legyen. Szóval előfordul, hogy van egy zsidó, egy nagy tóra tanuló, rengeteg tudással rendelkezik, sok micvát csinál, leél egy egész életet ezen a világon, rengeteg különleges dolgot csinál, de a célja az életében az egy konkrét micvá volt, egy konkrét eset, és az összes többi az csak egy ilyen hozzátartozó része volt. És hogyha sikerül megcsinálni azt a feladatot, ami az enyém volt, akkor az én lelkem felmegy egy sokkal magasabb szintre, és amikor visszamegy az Istenhez, akkor egy magasabb szinten tud csatlakozni az Istenhez. Most, hogyan segít mindez a mi történetünkben? Amiután volt ez az oda-vissza az Eszter és a Mordechai között, hogy menjünk be, vagy ne menjünk be az Ahasvéroshoz, az Eszter eldöntötte, hogy igen, be fog menni. Ekkor Eszter azt üzente Mordechainak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanúgy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát elveszek. Mordechai ezután elment, és mindenben úgy járt el, ahogy azt Eszter meghagyta neki.
Tehát miután a Mordechai három érveléssel érvel az Eszter iránt, az Eszter végre elfogadja, hogy igen, ő be fog menni a törvény ellenére is. Milyen törvényről beszél az Eszter? Ugye lehet azt gondolni, hogy arról beszél, hogy az Ahasvéros király törvényei ellen, mert nem lenne szabad bemennie a királyhoz, meghívás nélkül, de itt bujkál még valami, mert a Tóra törvény ellenére is. Miről van itt szó? Az Eszter egy házas nő volt, amikor bevitték királynőként. Neki nem volt szabad házas kapcsolatot teremtenie az Ahasvéros királlyal. De mivel őt kényszerítették, 7 éven keresztül soha se kezdeményezett semmit, mivel ő kényszerítve volt, ezért nem számít neki bűnnek, és nincs semmi úgymond ellene. De hogyha most bemegy a király palotájában, és ő kezdeményez kapcsolatot a királlyal, akkor most már nem lehet számítani az Esztert, mint egy kényszer alatt lévő nő, hanem ő kezdeményezett kapcsolatot a királlyal. És ilyenkor mindent el fog veszíteni. Ha elveszek, hát elveszek. El fogja veszíteni a következő világban a jutalmát, azért, hogy jó zsidóként élt, mert ez nem így viselkedik egy jó zsidó. El fogja veszteni az életét ebben a világban is, mert abban a pillanatban, hogy ő nem volt hűs a házasságban, nem tud visszamenni a férjéhez, a zsidó férjéhez. Tehát az Eszterit feláldozza az egész életét minden szempontból. És miért csinálja ezt? Ha nem is biztos abban, hogy a Tóra szerint itt minden megfelel. És itt fogjuk látni az egész dolgot, hogy kössük össze az egészet. Amikor a Mordechai próbálja rávenni az Esztert, hogy menjen be a zsidó népet megmenteni, akkor azt mondta az első érvelés, az volt, menjél be megmenteni az egész zsidó népet. Azt mondja az Eszter, figyelj, nincs esély. Már 30 napja nem hívott be a király. Tehát te itt egy logikai érveléssel jössz, én logikai módon válaszolok. Nem fog működni, nincs esély. 30 napja nem hívott be, nem szeret engem, nem vágy utánam, nem tudok rá bármilyen módon influence, mindegy, most elrepült a szó, nem tudok rá semmilyen módon hatni. Utána a Mordechai egy második érveléssel jön. Figyelj, hogyha te csöndben maradsz, te el fogsz vészni a zsidó nép történelmében, és máshonnan fog jönni a nagy megmentés. Ez is egy logikai érvelés. Miért hagynád ki ezt a lehetőséget? De utána a Mordechai egy úgynevezett supraracionális érveléssel jön, egy logikai feletti érvelés, köszi Kata, igen, egy logikai feletti érvelés. Azt mondja, ki tudja, hogy esetleg ez az egy micvád, esetleg ez az egy dolog, ami miatt a te lelked lejött a világra, az egész életedet élted, már 80-valahány éves vagy, már 7 éve királynő vagy, lehet, hogy ez az az egy micva, ez az egy kedvesség jótett, ami miatt a lelked lejött a világra. És amikor az Eszter meghallja a Mordechájtól, aki nem egy bárki volt, hanem a zsidó nép vezetője, hogy nagy esély van, hogy az ő lelke azért jött le a világra, azért hagyta el az isteni fényt, és azért élt ennyi évig, hogy ezt az egy micvát csinálja, ezt az egy kedvességet, hogy mentse meg a zsidó népet, akkor már nem volt itt semmi logikai érvelés, mert itt már semmi nem számít, hogy ha van esély, hogy ez az az egy micva, ami miatt én lejöttem a világra, mindent meg fogok csinálni, és mindent fel fogok áldozni érte, mert mindenkinek a legnagyobb vágya, hogy beteljesítse azt az egy micvát, ami miatt lejött a világra.
Ebben a pillanatban már figyelmen kívül is hagyta a logikai érveléseket arról, hogy esetleg ez az Isten szava ellen van, mert hogy a házasságát töri ezáltal. Ő elfogadta a Mordechai szavát, és ez is egyébként a Tóra szerint van, hogy a nagy rabbiknak, a vezetőknek a parancsolatát, a szavát be kell tartani, be kell fogadni, és a Tóra ad nekik erőt arra, hogy ők mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk. Szóval, amikor nekiállunk az életnek, amikor nekiállunk valamilyen micvát csinálni, logikai módon szoktunk nekiállni. Okay, hogyan kell csinálni, mit kell csinálni, sikerülnie vagy se. Az Eszter is logikai érvelésekkel állt neki. Menjek-e be vagy se, sikerülni fog-e vagy se, mennyi az esély, hát nem nagy az esély, inkább nem fogok bemenni, esetleg már nem tetszek a királynak, de amikor rájött, hogy lehet, hogy emiatt jött le a lelke a világba, akkor már minden logikai érvelés kiment az ablakon. Tudjuk a történet végét, de akkor is röviden elmondom, hogy sikerült a király kitette neki az aranypálcáját, az Eszter meghívta őket, őt egy lakomára, együtt a gonosz Hámánnal, aztán egy második lakomára, a második lakomán elmondta itt a problémát, a király nagyon mérges lett Hámánra, hogy az ő kedves királynőjének a népét próbálja kiirtani, megölte a Hámánt, és megmentette a zsidó népet. Mit tudunk mi ebből a történetből tanulni a saját életünkbe? Mesélek nektek egy történetet, ami az Alter Rebbe idejébe történt, úgyhogy megint visszatérünk az Alter Rebbére, már harmadszorra beszélünk ma róla, egyszer idéztük a Tánia könyvet, aztán idéztük az Igeret a Kodes könyvét, most mesélünk egy történetet, ami történt vele, és egy tanítványával, egy haszidjával. Az Alter Rebbének a tanítványát úgy hívták, hogy Josef. Josef Besenkovics városból. Ő nem egy általános, rendes, tipikus ember volt, ő egy nagy tóra tanuló volt. Ő tudta az egész Talmudot nagyjából kívülről, és az összes többi rabbi és tóra tudós nagyon tisztelte őt. Egyszer, amikor jött a rebéhez, az Alter Rebéhez látogatni, 1804-ben, azt mondta neki az Alter Rebbe, a lelked javára jobb neked lovaskocsis vezető lenni, mint rabbi. És nem magyarázott többet. Josef rabbi csodálkozott. Ő nem volt se lovaskocsis, se rabbi. Mit próbál mondani itt az Alter Rebbe? Teltek múltak az évek. 1814-ben, 10 évvel később, Josefhoz bekopogtak ilyen futárok, és adtak neki egy levelet, amiben volt egy meghívás a Lipli városban jönni rabbiként. Amikor ő elolvasta ezt a meghívást, rögtön eszébe jutott az, amit az Alter Rebbe mondott neki sok évvel ezelőtt, hogy jobb neked lovaskocsis lenni, mint rabbi. És megértette, hogy most van az, hogy be kell teljesítenie a Rebbe szavait. És ezért mondta, hogy köszönöm szépen, de nem kérem a rabbi feladatot. De hogyan tud egy 70 éves, idős, rabbi féle zsidó lovaskocsis vezető lenni? Összeszedte sok bátorságát, és elment a piacra. Amikor meglátták, szia Kati, amikor meglátták a lovaskocsisok, mondták, hogy rabbi úr, hova szeretne utazni? Hát, mondta Josef rabbi, nem utazni jöttem, hanem tanulni. Nem hittek a szemüknek, a fülüknek, de mivel nagyon tisztelték, megtanították neki, mit és hogy kell. Josef hazajött este fele, tele karcolásokkal, meg piszkosan, otthon találja a feleségét sírva. Mi történt? Valaki már elmesélte neki, hogy milyen érdekes dolgot láttak a piacon, azt hitte, hogy teljesen megbolondult a férje. A Josef elmesélte a feleségének, hogy mit mondott a Rebbe,
és ő rögtön megértette, és azt mondta, hogy a Rebe mondta neked ezt, akkor rögtön kezd is el, holnap el fogom adni az én ékszereimet, és veszünk neked egy lovat és egy kocsit. Egy év eltelt ebben az új munkában, és a József szép lassan elkezdte megszokni ezt az új életét, utazik, jön, megy, imádkozik, tanul közbe, ez az élete, valamiért ezt kell csinálnia. Egyik este megállt egy zsidó fogadóban, és ott a fogadónak a vezetője bemutatta neki a Gamicki Salamon nevű embert, aki egy barát is volt, és a Bajcsakovi grófnál is dolgozott, tehát fontos szerepben. Ő egy nem vallásos zsidó volt abban a pillanatban, és ő keresett egy lovaskocsist, hogy vigye el valahova. Mondta neki, József rabbi, szívesen elviszlek, holnap reggel. Igen, és hány órakor? Hát, amikor befejeztük az imát. De hánykor? Kérdezte Gamicki. Nekem mindegy, hogy te imádkozol, vagy se. Én nekem tudnom kell, hogy amikor, hogy mikor indulunk, hogy mikor keljek fel, megmosakodjak és egyek. És imádkozzak, mondta József. Na jó van, ezt neked hagyom. Én nem fogok 10 óráig várni, amíg te imádkozol, én keresek valaki mást, aki 5-kor el tud indulni. Gamicki lefeküdt aludni. Éjfél után felkelt nagyon hirtelen, és hallja, hogy valaki sír. Kinyitotta az ajtót, és kiment, és látta, hogy a József rabbi ül a földön egy kis gyertyával, és valamit olvas, és sír. Mit olvasott József rabbi? Van egy különleges ima, amit úgy hívnak, hogy Tikkun Hatzot, az éjféli javítás, ha lehet úgy fordítani, és ez egy különleges ima, amit különleges emberek szoktak mondani, amiben meggyászolják a szentét. És ezt este szokták, amikor sötét van, és úgy lehet elszomorkodni a szentéért. És látja, hogy a József olvassa és sír, és olvassa és sír. És nagyon bement a szívébe ez az igaz ember. Látszott, hogy mennyire szívből imádkozik, és mennyire igaz nála ez az egész zsidóság. És szép lassan eszébe jutott a fiatalabb kora is, amikor ő még vallásos volt, és volt neki családja, felesége, gyerekei, és amikor ő elhagyta őket, elhagyta a vallást, egyszerre elhagyta a családot is, és a vallást is, házasodott egy nem zsidó nővel, születtek neki nem zsidó gyerekek, egy teljesen új, másik életet élt, és ott állt, és nézte, ahogy a József rabbi imádkozik és sír. Amikor felkelt a nap, már a Salamon, a Gamicki Salamon is sírt. 5 órakor, amikor jöttek szólni neki, hogy a lovaskocsi már készen áll, mondta, hogy nem, én majd a Józseffal fogok utazni. Több óra telt el, míg a József imádkozott. A Salamon már nagyon benne volt a sok gyászba és a szomorúságba, arról, amit ő elhagyott, és elment a fogadó vezetőjéhez kölcsönkérni az ő táliszeját és tfilényét, hogy a Salamon is tudjon imádkozni. Nagyon sok érzelem kelt fel benne, amikor ennyi év után imádkozott, és beteg lett. Feküdt az ágyba, nagyon rosszul volt, azt hitték, hogy meg fog halni. A gróf küldött egy orvost, hogy nézze meg, hogy miben tud segíteni. Az orvos is feladta. József ott maradt Salamon mellett, segített neki visszatérni az erejéhez. Egy idő után eljött a hír, hogy a felesége, a nem zsidó felesége és a gyerekei egy hajón utaztak, és a hajó elmerült a vízbe. Tehát nem zsidó családja már nem maradt, és egyes vélemények szerint, amikor van egy ilyen házasság, ami nem engedett, és utána a zsidó fél igazán megbánja, akkor ilyesmik is tudnak történni, hogy úgymond az Isten megszervezi.
segítettek neki visszatérnie az első családjához, a felesége, a gyerekeihez. A Salamon hazaindult, és a József pedig eldöntötte, hogy ő most vissza szeretne utazni a rebéhez, de az álterebe már elhunyt. A következő rebe volt akkor rebe, a Mitele rebe, akit úgy hívtak, hogy Dobbe, és a József, a lovaskocsis elutazott a rebéhez, elmesélni neki a történetet, kivel találkozott ott, Salamonnal, ő is jött tanulni, imádkozni, a rebénél lenni, lemondta a munkáját a grófnál, és amikor a József rabbi bement a rebéhez, a Dovber rebéhez, azt mondta neki Dovber, téged most kinevezlek, mint ennek és ennek a zsinagógának a rabbia, már nem kell, hogy lovaskocsis legyél, az apukám az álterebe jött hozzám egy álomba tegnap este, és azt mondta, hogy a Besenkovicsi József már beteljesítette az ő feladatát. Szóval, rengeteg féleképpen tudja az Isten megszervezni a világot. Az, hogy a Salamonnak kellett küldeni valakit, aki segítsen neki visszatérni a zsidóságra, azt millió másképpen meg lehetett volna oldani. Miért volt képes a József elhagyni a Tóra tanulást és a kényelmes életét azért, hogy egy pár éven keresztül lovaskocsis legyen? Igaz, hogy ott is helyes zsidóként viselkedett, de természetesen sokat kellett foglalkozni a lovakkal, ami nem az ő szintjén volt, mint egy nagy Tóra tudós. De ezt mind szívesen megcsinálta, azért, mert tudta, megértette, hogy itt valami olyasmi fog történni, ami az ő célja az életben. És ahhoz, hogy el tudjuk érni a célunkat az életben, bármit szívesen megcsinálunk. Még az Eszter is bemegy a királyhoz, és a saját életét veszélybe rakja. A József rabbi 70 évesen is szívesen elmegy lovaskocsisként, ami egy megalázó dolog neki, de csak azért is, hogy el tudja érni az ő életének a célját. Hasonló, és ezért volt az, hogy a harmadik érvelés volt a nyerő érvelés, mert akkor rájött az Eszter, hogy itt nem logikai érvelésekkel jövünk az asztalhoz, hanem van itt valami, ami a logika felett van. Van itt egy lehetőség, hogy ő beteljesítse az egész létezésének a célját, és ez mindennél drágább és mindennél fontosabb. Nekünk is, amikor nekiállunk az életnek, minden pillanatban, amikor felénk jön valamilyen lehetőség, micvát csinálni, emlékezzünk arra, hogy lehet, hogy ez az az egy micva, ami miatt a lelkünk lejött a világra, és tegyünk logika feletti erőfeszítést azért, hogy több jó cselekedeteket tudjunk csinálni, hogy minél biztosabban be tudjuk teljesíteni a mi lelkünknek a célját a világon. Ez a gyönyörű tanítás, amit az Eszter könyvéből tanultunk. Remélem, hogy mindenkinek sok motivációt adott, amikor lehetőség van valamilyen kedvességet csinálni valakinek, és fáradt vagyok, vagy valamiért nem szeretnék neki most kedvességet csinálni. Emlékezzünk arra, hogy lehet, hogy pont ezért a pillanatért jött le a lelkünk 70-80 vagy több évet a világra. Vasárnap, másfél hét múlva fogjuk ünnepelni a Purimot. Mindenkinek nagyon boldog Purimot kívánok. Szombat este és vasárnap nappal kell meghallani Eszter könyvét, úgyhogy mindenki keresse meg, itt Budapesten rengeteg zsinagógánk van, ahol amit fel lehet keresni, meghallgatni Eszter könyvét. Ezen kívül ugye összesen 4 micva van, amit csinálunk Purim napján, meghallgatni Eszter könyvét, ételajándékokat adni egymásnak, adományt a szegényeknek, és egy lakomán részt venni. A lakoma az vasárnap délután lesz, az is több zsinagógákban, és ez mindig fergeteges hangulat, boldog, ez a purimi hangulat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel azokon is, és további jó hetet kívánok, és akkor jövő héten még egy valamit
még egy valamivel készülünk Purim ünnepére. Addig is mindenkinek jó éjszakát és további jó hetet kívánok. Hopp, hopp, nem tudok kimenni innen.